Chris, ellenség a láthatáron. 18×4 fok, a kert hosszaszorozva pivel, és hozzáadva a 8 egyik osztóját. Teli találom! Ellentámadás indul! Ez az! Nem menekülsz, Chris! Fedez, Giz! Elvágom az utánpótlásától! Igenis! Jaj! Készülj a válaszcsapásra, Giz! Chris, úgy tűnik, hogy hibásan működik a vezérlőpanelem. Semmi gond, Giz, újra kalibrálom. Negiz! Nem szabad, hogy víz érje el Gizmo alaplapját. Nézd rá, totál begolyózott. Ez a könyv hozzád szól, soha nem múlik el. A történet életre kell. Superbook. Superbook, a könyvek könyve. Jákob és Ézsaú. Szia, Joy! Szia, Joy! Szia, Joy! Hála Istennek, jól van. Vigyük be, hogy apukád ellenőrizhesse. Gyere, Giz! Én Joy-jal maradok, nála lakom. Nem, Giz, nem arra laksz. Segítség! Chris el akar rabolni! Én nem a te robotod vagyok, hanem Joy-é! Teljesen elszúrtad a memóriakártyáját. Most azt hiszi, hogy a tiéd. Chris, nagyon sajnálom. Véletlen volt. Ne haragudj. Ezt sosem bocsátom meg neked, Joy. Superbook! Elviszlek titeket egy ikertestvérpárhoz, akikről úgy tűnt, sosem bocsátanak meg egymásnak. Szuper, ki tudja, hol vagyunk most? Gizmo rosszul működik. Az egész a te hibád, Joy. Komoly bajba kerülhetünk, ha történik valami. Az enyém? Nem én, hanem a Superbook hozott ide. Na, hol vagyunk, Giz? Lássuk, meg tudod-e mondani? Nem, neked nem mondhatom meg, de Joynak elárulom. A geoszenzoraim szerint a Negev sivatagban vagyunk, Dél-Izraelben. Ez a Közel-Keleten van, ha esetleg valaki nem tudná. Kb. 3800 évvel ezelőtt. És most a teleszkopos zoomolással... két fiú szalad erre elég sietősen. Azt csak hiszed! Próbálkozz csak! Megvagy? Kik ezek? És hová sietnek? És ami a legfontosabb, miért jönnek vissza ilyen gyorsan? Csaló! El az utamból, Ézsaú! Én nyertem, Jákob! Nézd meg, mit tettél, Ézsaú! Csalni próbáltál, Jákob! De ellöktél a könyököddel! Szerintem te nyertél, Jákob, ugye? Nem, Chris, Ézsaú nyert. Láttam, hogy ő ért el előbb a sziklát. Ne is figyeljetek oda erre! Nem hallgatok lányokra. Anyánkra azért hallgatsz, hiszen te vagy a mama kedvence, te csupasz bőrű. Ezt mondd vissza! Miért? Ez az igazság! Mondd vissza! Soha! Elég, Ézsaú fiam, téged nyilvánítalak győztesnek. Igaz, csak perceken múlt, de Ézsaú született meg először. Jákob is csodálatos fiú, de Ézsaúé az elsőszülöttségi jog. Az meg micsoda? Hogy nem tudod, mi az elsőszülöttségi jog? Hé, Joy, várj meg! Az elsőszülött mindig kétszer annyit örököl, mint a többi fiú, és ő lesz a családfő. Értem. Akkor nagyobb hatalma van, mint ahogy Joynak nagyobb hatalma van felettem, mint Chrisnek. Nagyon áldott családunk van. Az Úr szólt az apámhoz, Ábrahámhoz évekkel ezelőtt, és azt mondta neki, hogy nézzen fel az égre. Már rengetegszer hallottuk ezt, atyám. Az Úr azt mondta Ábrahámnak, tekints fel az égre, és számold meg a csillagokat, ha tudod. Ennyi leszármazottad lesz. Hűha, az aztán tényleg nagy család. És mivel te vagy az elsőszülött, mindez benned fog beteljesülni, Ézsaú. Gondolom, a barátaitok velünk esznek este. Menj, lőj egy vadat a vacsorához. Én is tudok vadászni, atyám. Tudom, Jákob, de látom, hogy megsérült a térded. Te olyan szelíd vagy. Jobban szeretsz a sátor körül lenni. Te másban vagy jó. Siess a vadászattal, Ézsaú, mielőtt ránk tör a vihar. Igen, atyám. Én Ézsaúval megyek. Én meg Joy-jal. Jó, menj! De anyám, atyám sokkal jobban szereti Ézsaút. Szeret téged is, Jákob. Csak nem érti meg, hogy az Úr téged kedvel jobban. Te vagy a kiválasztott. Hogy egy nap nagy népet vezess. De Ézsaú az elsőszülött, nem neki kell lennie a vezetőnek. Isten akarata az, hogy Jákobé legyen az elsőszülöttség, és ez az idő közel van. Már akkor, amikor a méhemben voltak, Jákob és Ézsaú harcoltak egymással. Küzdöttek, rokkapáltak. Micsoda harc volt. De engem aggasztott, ezért megkérdeztem Istentől, mi az oka. Uram, ha minden rendben, miért érzem ezt a küzdelmet? Két nemzetség van a te mélyedben, és két nép válik ki a te belsődből. Egyik nép a másik népnél erősebb lesz, és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. Jákob, te vagy a kisebb, akiről az Úr szólt. És egy nap Ézsaú téged fog szolgálni. Jó, hogy eljöttetek. Megmutatom nektek, hogy kell vadászni. Félénk sátorlakók, mégis Jákobbal kellett volna maradnotok. Talán vissza kéne mennünk, nem? Oh! Jól van, éhes vagyok. És ilyen időben nem lehet vadat fogni. Atyám csalódott lesz. Ez nagyon finom, Jákob. Minek vadászni, ha az ember tud főzni? Hogyha elmehettem volna vadászni, bebizonyíthattam volna atyámnak. Ne! Várj! Csak mi vagyunk! Hú, micsoda vadász vagy! Még egy két lábon járó vadat sem tudsz megkülönböztetni egy négy lábútól. éhes vagyok. Adj ennem valamit! Hogy ebből? Akkor add nekem az örökséget. Add el az elsőszülöttséget. Mindjárt éhen halok. Adj ennem valamit! Add nekem az örökséget. Add nekem az elsőszülöttséget ezért az ízletes ételért. Hm? Add már ide! Mit csinálnak? Kérem az örökséget, testvér. Add nekem az elsőszülöttségi jogodat. Mindjárt meghalok. Mire jó az nekem? Esküdj meg, hogy nekem adod. Itt és most. Hm? Jól van, jól van. Esküszöm, hogy a tiéd lehet. Na most már ide azzal az étellel. Köszönöm, drága bátyám. Superbook, gyerünk! Én nem megyek veled. Én Joy robotja vagyok. Nem most én Amit most láttatok, az még csak a kezdete a két testvér közötti ellentétnek. És most hol vagyunk? A geoszenzoraim szerint egy Harán nevű helyen. De eltelt egy kis idő, hadd lássam mennyi. Akkor sem hiszek neked. Anyám mondta, hogy a biztonságom miatt jöjjek ide, ezért lakom veletek. Az ott Jákob. És semmit sem vettem el a családottól. Mindent adtatok. Igen, és ha emlékszik ránk, akkor olyan kérdései lesznek, amiket nem tudunk megválaszolni. Átszáznunk kell magunkat. Majd én megvédelek, Joy. Tessék, ezt vedd fel. Ezt Joy találtam! Srácok, hé, ti! Lábán fia küldött kémkedni benneteket? Nem akartunk hallgatózni. Nem bizony, tényleg? Nos, ne üldögéljetek ott. Rakjatok rendet. Hú, vajon mitől ilyen morcos? Tudom, hogy dobjuk fel a hangulatát. Vegyük fel ezeket. Nagyon klassz az illata. Rákú, pont olyan, mint amit anyukája főzött neki kiskorában. Arra gondoltunk, éhes lehetsz. Ó, nincs most étvágyam. De bocsánatot kérek, amiért úgy beszéltem veletek. Mi a baj, Jákob? Múlt éjjel Isten álmomban szólt hozzám. Azt mondta, Jákob, térj vissza atyáid földjére, a rokonaidhoz, és én veled leszek. Csak abban reménykedem, hogy Ézsaú már nem haragszik rám azért, amit évekkel ezelőtt tettem vele. Bocsánatot kérhetnél tőle. Bármit is csinál az ember. Ha tényleg megbánja, akkor meg kell neki bocsátani, nem? Én bizony nem is tudom. Évekkel ezelőtt becsaptam atyámat, hogy nekem adja a testvérem áldását. Vajon ezt meg lehet bocsátani? Izsák azt mondta, hogy megáldja Ézsaút a halála előtt. Neked kell oda menned hozzá, hogy megkaphasd az áldást. Így is lesz, ha azt teszed, amit mondok neked. Az én bátyám Ézsaú szőrös ember, én pedig sima vagyok. Talán megtapogat engem atyám, és olyan leszek előtte, mint valami csaló, és akkor átkot és nem áldást hozok magamra. Rám szálljon a te átkod, fiam. És úgy tettem, ahogy anyám mondta. Mondd csak, ki vagy te, fiam? Én vagyok Ézsaú, a te elsőszülötted. Úgy tettem, ahogy parancsoltad. Kelj fel, kérlek, és egyél. és aztán áldj meg engem. Gyere, gyere közelebb, hogy megérinthesselek, és megbizonyosodjam róla, hogy valóban Ézsaú vagy. A hang Jákob hangja, de a kéz Ézsaú keze. Kérlek, gyere közelebb, fiam, és csókolj meg. Lám, az én fiam illata, olyan, mint a mezőnek illata, amelyet megáldott az Úr. Így hát, atyám nekem adta az áldást. Azt az áldást, ami igazából Ézsaúnak járt volna. Mit csinált Ézsaú, amikor megtudta? Azt mondta, sosem fog megbocsátani, és hogy meg akar ölni. Hű... Még én sem vagyok ennyire dühös. Atyám és anyám ide küldött, hogy a nagybátyámnál, Lábánnál várjak, míg elmúlik Ézsaú haragja. Lassan eljön az idő, hogy szembenézek a múlttal. Ha találkozom vele, ajándékokat kell adnom Ézsaúnak. Hát, ha akkor megbocsát nekem. A szolgák követték az utasításomat, odaadták az ajándékokat Ézsaúnak. Gazdám, a testvére több mint 400 emberével vár rád. Tartottam tőle, hogy még mindig haragszik. Srácok, gyertek ki! Halljátok ezt? Mintha valaki verekedne. Lehet, hogy Ézsaú akar bosszút állni Jákobon. Abból az irányból jön. Kik lehetnek? Engedj el! Feljött a nap. Nem engedlek el, amíg nem áldasz meg. Hogy hívnak? Jákob. Mostantól nem Jákobnak hívnak, hanem Izraelnek. Mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Joy, ez Isten. Jákob Istennel birkózott. Jákob, mi történt itt? Mostantól ezt a helyet Penielnek hívják, mert láttam Isten színről színre, és megmenekült az én lelkem. Megbirkóztam Istennel, úgyhogy készen állok arra, hogy találkozzam Ézsaúval. Szegény Jákob, semmi esélye sincs. Tudod néha bocsánatot kérni a legnehezebb. Remélem, Jákob tudja, mit csinál. Talán bocsánatkérés helyett Jákobnak inkább egy hadsereggel kéne mennie. Nézni sem bírom, csak kukucskálva. Nem, inkább úgysem. Jákob, testvérem! Most mi történik? Jákob meghajol. Igen, 7-szer. Ebben a korban így fejezték ki a tiszteletüket. Joy. Igen? Ha Ézsaú meg tudod bocsátani azok után, amit Jákob tett, én is megbocsátok neked a buta baleset miatt. Tényleg, Chris? Tényleg. Megbocsátok. És remélem, te is megbocsátasz, amiért olyan, nem is tudom, utálatos voltam. Hiszen én sem vagyok tökéletes. Nincs harag? Nincs bizony. Jó újra látni, öcsém. Remek ötlet volt, hogy a napelemes ventilátorokkal szárítsuk ki Gizmo áramköreit. És most teszteljük le. Oké is. Szia, Gizmo! Én most megyek haza. Rendben, Joy. Viszlát! Gyere, Chris, aki utoljára ér a laborhoz, az az ártojás. Ez az! Jó, hogy minden visszatért a rendes kerékvágásba. Bizony, ja, és nincs több vízicsata. Hé, kutya! Gazdám! Nem! Gizmo, nem jön gazdám! Gizmo! Segíts, Uram, az életben, tégy újjá mindent bennem, tégy újjá mindent, legyen, Uram, tiéd az életem. Magyar hangok. Gerő Bence, Pekár Adrien, Szokol Péter, Mihály Győző, Magyar Bálint, Jó Gábor, Várkonyi Andrea, Sipos Eszter, Gubányi György István, Újréti László, Barbinek Péter. Magyar szöveg Szekeres Katalin. Gyártásvezető Bárány Judit. Rendezőasszisztens Király Csaba és Dohi Erika. Szinkronrendező Mészáros Károly. Könyv